Talán nincs is olyan rendezvény, ami ennyi örömöt, boldogságot, jókedvet tud varázsolni szülők és gyerekek arcára, mint ez a rendezvény. Dr. Nagy István nyitotta meg az idei Apró kezek, csodakertek elnevezésű népszerű gyerekversenyt. Az államtitkár beszédében elmondta, az a viadal igazi csodája, hogy észrevétlenül több száz gyermeket hoz közel a természethez, a környezettudatos gondolkozáshoz, játékos elfoglaltság által. A hetedik alkalommal népesül be a Magyar utca ezekkel az apró kezekkel, és nagy örömömre szolgál, hogy ismételten egy pünkösd vasárnap is ilyen szép számmal jelennek meg ezek a kis apróságok ahhoz, hogy megalkossák az év kertjeit. Idén 31 csapat jelentkezett a megmérettetésre, közülük 28 helyi, két székesfehérvári sérültekből álló csoport, valamint egy nagylóki induló. A verseny tehát lassan országos hírűvé válik, amelyet a Fülkert Nonprofit ZRT is elismer. Ahogy a mondás is tartja, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Ráadásul, hogyha ez még gyerekkorba kezdjük el, akkor szent meggyőződésem, hogy azt a magot vetjük el, hogy képletesen fogalmazzak, amit hogyha öntözgetünk, ápolgatunk, akkor egy gyönyörű szép virág, vagy nagyon szép növény lehet belőle. Szerintem egy ilyen dolog itt a környezettudatosság, a környezetünknek a megóvására való bármilyen cselekedet is. Az a cég, ahol én jöttem, ez a Fülkert Nonprofit ZRT, Magyarország legnagyobb kertészeti vállalata, a legidősebb is, 150 éves az idén, és elhatároztuk, hogy minden olyan kezdeményezést támogatunk, akár csak gondolatisággal, akár csak tapasztalatokkal, vagy a tudásnak az átadásával, ami előre viszi ezt a mozgalmat. Menjen bele a rúgába! Viszi a jó hírünket, Moson Magyaróvár jó hírét, viszi ezt a kreatív kisgyerekek tehetséges munkáját, hiszen az internet világában ez mindenhol látható, és büszkén mondom, hogy januárban tárgyaltam Székesfehérvár önkormányzatával, így 2018-ban Székesfehérvár önkormányzata hasonló rendezvényt fog tartani, ahol felkértek jelen pillanatban, hogy segítsem őket, amit én nagyon szívesen teszek, hisz ezen a verseny nem csak Moson Magyaróvárra, hanem akár az egész országban megvalósítható. Készültek is a csodakertek rengeteg kreatív ötlettel, ami azt bizonyítja, hogy a gyerekek és természetesen a pedagógusok fantáziájánál nincs jobb. Meseváros, Noé bárkája vagy a varázslatos Szigetköz csak néhány azok közül a témák közül, amelyeket megvalósítottak a gyerekek, és néhányan meséltek is arról, mit alkottak. Mi csináltunk olyat, hogy körbe raktuk a köveket is, és körbe raktuk a füveket is. Piros virágot, meg fehér virágot. Én azt gondolom, hogy ezt a versenyt meg kell őriznünk, és minden évben hasonló színvonalon megrendezni. Tudom, hogy már más települések is szemet vetettek rá, annyira tetszik ez mindenkinek, ez a kezdeményezés. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt idén is, hiszen az apró kezek valóban csodákat alkottak. A versenyt végül a Móra Ferenc Általános Iskola Katicák kertje nyerte. A második a Móra iskola Vadvirágok, még a harmadik a Bójai iskola csapata lett.